Na, hellóka! Figyó! Ez egy konditerem? Mi szerinted könyvesboltra hasonlít, ha? Mire? Hú, na mindegy, figyú, akarsz személyjegyzőt? Akarnék csak, de most csak a lakcímkártyámat hoztam, mert személyimet nem hoztam most. Látom, te se a Harvardon végeztél. Nem, szakközépben jártam, és kutyakozmetikus vagyok. És sminkeltél már ki Bernát Hegyit? Ha-ha-ha, nagyon poénos fiú vagy. Figyú, van ebben a wellness szarcsiban műkörmös? Aha, van meg műszempillás, műhajas, műmelles is. Igen. Tényleg? Jó, és hol? Itt áll mellettem. Hol? Itt mögöttem? De ez itt egy italautomata, látom, van energy drink, ilyen bombás. Ja, képzeld el, ha bejön egy arab kezében egy bombaitallal. Ha-ha-ha-ha. Aha, és? Haveron falun lakik, azt képzeld el, a templom mellett van egy hell italautomata. Templom mellett hell, nem fog leesni neked, az biztos. Aha. Mi itt lakunk a kutyúval a kisközért mellett. Nagyon szép ez a konditerem, meg a wellness rész is. Ja, hihetetlen, hogy egykor itt egy romos ház állt. Egykor? És akkor félni? Nagyon hiteles vagy, igen. Fél is csak fél egy banknál. Négyre hogy lett kész a wellness szarci? Figyú, beszéljünk inkább az edzésről. Mennyit tudsz kinyomni? Hát attól függ, mennyit eszel. Mondta, miért jöttél ide? Mert le akarok fogyni. Tudod, jön a nyár, strandi pancsi, nem nézek már ki úgy, mint egy malac. Fogyizol? Villámdiétázó. Tényleg? Igen, naponta 5 percig nem eszem semmit. De szedek B-vitamint. Ez mire jó? Lejjebb kezdek mindent egy fél hanggal. Most csinálok egy ilyen méregtelenítőkúrát, ami 6 hónapig tart. Nem eltek semmit, amiben van cukorka, meg szénhidrát, meg tejcsitermék, meg élesztő, meg semmi. Nagyon szörnyű, figyelj már, lelki beteg vagyok tőle. És mióta csinálod? Holnap kezdem. Cserébe elmondok neked egy viccet, mert biztos érteni fogod. Figyelj, találkozik két kígyó, azt mondja az egyik, neked is halálos a marásod? Most épp nem, hogy, méregtelenítek. Aha. Aha. Figyú, nekem most a új pasim most leadott 12 kilót, és még keresett is vele. Miért ő valami fitness guru? Nem, színes fém kereskedő. Leadott 12 kilót egy helyen, és meg. Értem. De látom, akkor jó. Mert én először nem értem. Azt nem csodálom. Látom, te sportos fiú vagy, biztos gyors vagy ilyen fekvenyomásban. Igen. Olyan gyorsan kelek fel, hogy egyszer láttam magamat feküdni. A figyú, én csak fogyizni szeretnék. Van itt egy cukrászda mellettünk. Nem fogyizni, fogyizni, figyelj, így is 35 kiló vagyok. Biztos csal a mérleg. Hát igen, most azt mondják, hogy a vízöntő az sokkal megbízhatóbb. Hú, anyám, olyan egyszerű vagy, mint egy fogvályó, komolyan mondom. Hozzád képest egy algebra egyenlet, na mindegy, hagyjuk. Micsoda, milyen egyenlet? Igen, hagyjuk. Na figyú, te most komolyan figyelj, nézd meg a hasamon ezt a úszógumi. Miért nem vetted le a strand után? Ja. Na most figyú, most komolyan tudsz valamit, ami fogyaszt? Ott az az öreg hűtőszekrény, zabálja az áramot. De nekem valami zsírégető kéne. Tepsi. Válaszolja már normálisan. Én egy jó alakformálót szeretnék. Van egy szobrász haverom, ha gondolod.
Na figyú, hány futópadotok van? De miért akarsz épp a futópadon kezdeni? Mert hát, ha lesz közben mozi is. Mozi? Ez hogy? Nem tudom, csak mondták, hogy Amcsi filmeket futószalagon gyártják. Na léci, léci, léci! Hány futópadotok van? Miért egyszerre több futópadon akarsz majd futni, vagy mi? Nem, csak azért kérdezem, mert ha egy van, akkor az biztos mindig foglalt. Hú, WC-d is egy van, mégsem ülsz rajta egész nap. Viszont van szaunánk. Hol? Kimész az ajtón és megvárod a nyarat. Szerintem te azt hiszed, hogy hülye vagyok. Nem, inkább tudom. Szoli nincsen? Nincs az Oli, szabadnapos. Hogy értem, szolárium? Ja, az van, ugyanott, ahol a szaunát mutattam az előtt. Jó, most őszintén szerinted én öreg csajnak nézek ki? Öregnek? Nem, nem. De figyú, miért nem csinálsz meg egy IQ-tesztet? IQ-tesztet? Az minek? Hogyhogy minek? Kijön 80 és egy 20-as simán letagadhatsz, csak.